A szövés egy ősrégi mesterség, ami az emberi civilizációt folyamatosan végigkövette. Régen az ehhez hasonló keretek még fahasított faágból készültek, illetve a fonalat is sásból készítették. A tanfolyam népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy a háromnapos eseményre több mint 70-en jelentkeztek. Közöttük a Fekete Tóról érkezett Ábrahám Ildikó is, aki már régóta rajong a szövéssel készült pokrócokért és falvédőkért. Sose még nem próbálkoztam vele. Szeretném megtanulni, hogy hogy is csinálták ezt régen, és nagyon szeretem a szövést alapból, a mintázatát is. Tehát olyan mintát tudok beleszőni, amit én szeretnék. Kezdő és haladó szinten is zajlik a munka Simó Juliannak kézműves oktató segítségével. Kezdőként is nem túl nehéz elsajátítani a szövészetet, azért, mert a legegyszerűbb módját kezdjük tanítani. Tehát mi belenőttünk ebbe, mert a mi gyerekkorunk otthon voltak szövőszékek, a ronyszőnyegek nem voltak ismeretlenek számunkra. Viszont a mai technikák annyira fejlődtek, hogy remek művek is készülnek. A helyi Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület díjmentesen bocsátja rendelkezésre az oktatáshoz szükséges eszközöket és alapanyagokat. Minden, amit eleinktől örököltünk, amit ránk hagytak, az nekünk kötelességünk továbbadni. Ez többé-kevésbé sikerül azokkal az emberekkel, azokkal a közreműködőkkel, akinek van hozzá érzéke, mert azért ezt se tudja mindenki, ezzel se tud mindenki foglalkozni. És úgy érzem, hogy ez az, ami kapaszkodunk, ami esélyt ad arra, hogy ne vesszünk el. A szövőtanfolyam tartományi és önkormányzati támogatásokból valósult meg.